A múlt héten egy biztonsági őrnek, most pedig a Paksi atomerőmű egyik saját dolgozójának lett pozitív a koronavírus tesztje. Az első partos, aki egy üzemitelen dolgozó kollega, a kontaktkutatás megkezdődött, és a pandémiás vezetési csoport a szükséges intézkedéseket megtette, mind a munkavállalók védelme érdekében, mind pedig az elkülönítés érdekében. A beazonosított kontakt kollégák már megkezdték a karanténos időszakukat. Az erőműben több intézkedést is hoztak emiatt. A Paksi atomerőmű tájékoztató és látogató központjában, valamint az Atomenergetikai Múzeumban határozatlan időre felfüggesztik a látogatók fogadását. Az atomerőműben pedig, akinél ez lehetséges, home office-ban folytatják a munkát, az értekezleteknél, megbeszéléseknél próbálják csökkenteni a kontaktust, és 10 fő felett gyakorlatilag leállították a meetingeket. Eközben kiderült, hogy koronavírusos az Erzsébet nagyszállodában hétvégén tartott lakodalom egyik résztvevője is. A hatóság karantént rendelt el mindazoknak, akik valamilyen formában kapcsolatba kerültek a fertőzöttel. Így a dolgozóknak is karanténba kell vonulniuk. Megkezdődött az Erzsébet szálló fertőtlenítése, de nyilván miután a személyzet jelentős része érintett volt, és ők karanténban vannak, ezért az első döntés az, hogy 2 hétig a Erzsébet szálló bezár. Pakson egyébként a héten 2 az önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozóinál végeznek el összesen 400 koronavírus tesztet. A Paksi Gyógyászati Központ és az Életfa Idősek Otthonában eddig összesen 200 teszt eredménye ismert. A részeredmények szerint eddig egy idősek otthonában dolgozónál állapítottak meg érintettséget.